Az egyetem kettes számú épülete fogadta az apácai szakok iránt érdeklődőket a szombati nyílt napon. A nagy előadóban és a kisebb tantermekben szakonkénti tájékoztatókat hallgathattak meg a leendő hallgatók, de a 234. tanévét kezdő intézmény általános felvételi információkkal, bemutatókkal is várta vendégeit. Andragógia, gyógypedagógia, rekreációszervezés, szociálpedagógia, na és persze a tanítópálya is hangsúlyt kapott ezen a hétvégén. A nyílt nap pedig nem csak azért fontos, mert így a továbbtanulók megismerhetik az adott képzés ismérveit, hanem azért is, mert eligazodhatnak a felsőoktatás útvesztőjében. Az az érzésem, hogy vannak olyan szakmák, amelyeknél az ember, a tanító körülbelül tudja, hogy mire számíthat, de ma már olyan sok újdonság megjelent a piacon. Kulturális mediátor, hogy sokszor a fiataloknak egy-egy névből azért utána azt még definiálni is kell, itt pedig olyan szakemberektől hallgathatták meg, akik annak az adott képzésnek az abszolút otthon levő szakemberei, és a plenáris ülés után ugye minden szaktájékoztató, minden szakfelelős külön szaktájékoztató tartott, ahol most én éppen a tanítón vettem részt, itt is teljesen telt házzal jelentek meg. Az apácai ajándékokkal is meglepte a felvételi előtt állókat, a szerencsésebbek pendrive-val gazdagodtak, sőt egy okostelefont is kisorsoltak. A közel 300 főt számláló rendezvény a kollégiumi épületek látogatására is lehetőséget biztosított.